Nincsen apám, se anyám, se dohányboltom, se libám. Ellenben lesz diák és devizahitelem, majd később egy rakás befizetetlen csekkem, a rezsicsökkentésnek hála. Önöknek vajon milyen tulajdonuk van? Most néhányan biztos azt gondolják, hogy van két kezük, amivel dolgozhatnak, és van fejük, amivel gondolkozhatnak. De ki kell önöket ábrándítanom? Nincs semmiük. Az önök és majd 10 milliónyi polgártársuk keze nem a saját gyarapodásáért van. Az 1 millió új munkái valamiként. Az önök keze néhány tízezer ember tulajdona, akik több mint 20 éve manipulálják a hazai politikai életet. Ez így rendben is volna, ha most 1984-et írnánk. De most, ha jól emlékszem, még 2013-at írunk. Természetesen rohanunk a győzelem felé, vissza a múltba. Persze, én még fiatal vagyok, nem tudhatok mindent. Nem tudhatom, hogy milyen a 90-es években élni, amikor a mai politikai élet 95%-a hozzájutott a vagyonához és a hatalmához. Nem tudhatom, hogy miképp lehetséges az, hogy miközben nincs pénz a nyugdíjakra, az egészségügyre, holott önök évtizedek óta befizetik becsülettel a TB-t és a nyugdíjárulikat, NB1-es foci stadion épül egy 2000 fős faluban. Nem tudhatom, hogy havonta több milliót kereső államtitkároknak miért kell kifizetnünk a tranzakciós adóját. Nem tudhatom, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon miből gazdagodott meg. Nem tudhatom, hogy hol van Simicska Lajos és a pénzünk. Nem tudhatom, hogy miért küldött el Parag László gombászni, talán azért, mert ő hol gazdagodott meg. Nem tudhatom, hogy hol van Lázár János trafikjai. És legfőképpen azt nem tudhatom, hogy önök ezt 20 éven keresztül miért tűrték. Önök, hölgyeim és uraim, egy nagyszerű történelmi ország gyilkosainak néma cinkosai, a szavazataikkal. Sok mindent nem tudok, ám de tisztában vagyok néhány dologgal. Tudom például azt, hogy ma Magyarországon miért nincs demokrácia, és azt is, hogy hogyan lehet valódi demokráciát létrehozni. Tudom azt, hogy miért szükséges a környezettudatos gondolkodás és építkezés, az energia ingyenes sététele, az ingyenes egészségügy, és azt is, hogy ma Magyarországon nemzetiek és liberálisok, cigányok, zsidók és magyarok vannak. De egyszer talán majd lesznek egymásnak is emberek, megkülönböztetés nélkül. Tisztelt közönség! Ez nem egy politikai reklámanyag, ez a beszéd, hanem az egyetlen lehetséges út bevezetője. Ha én Orbán Viktor volnék, most azt mondanám, magyar vagyok, és szeretem a felcsútot. Ha Bajnai Gordon volnék, most azt mondanám, nem szeretem a libamájat, de szeretnék ismét kormányozni. Én Hajagos Máté vagyok, és önök előtt állok gyermekemmel, a Most mozgalommal, mesztelenül, hát jegyezzenek meg maguknak. Én képes vagyok együttműködni bárkivel, kivéve azzal a titkos, rejtelmes politikai elittel, amely 24 éve tartja kezében az országot és önöket. Törjenek hát ki végre a békjogból, ne hagyják magukat megalázni és nyomorban dönteni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük Máté, nagyon jó gondolatok hangzottak el, nagyon köszönjük a... hogy vártam lendületes mondani valót, és most Kanalos András, ezt kérném szépen a Független Magyaroktól. Köszönöm, szervusztok, jó napot! Nagyon sokan elmondták előttem már azokat, amit ti szerettem volna én is megemlíteni. Mi jó közmondán? A szegénység szégyen, és de kellemetlen. Kellemetlen nekünk, akik itt vagyunk, szégyeljük magukat azok, akik ezt okozták. Szégyeljük magukat azok, akik kétharmados többséggel a mi pénzeinkkel ott ülnek benne a parlamentben. Egyetlen egy feladatuk lett volna hozni egy olyan törvényt, hogy megszüntetem a devizahitelt. Mert mindenki tudja, hogy ez az uzsora tette tönkre a lakosságnak az 50%-át.
Ez az üzenet tette tönkre a vállalkozókat a kölcsönökkel, amit nem tudtak visszafizetni. Tehát én két részre akartam elmondani valót nektek elmondani, de mondom, nem akarlak számokkal benneteket mutatni, mert a számok az a politikának a feladata, hogy mivel tudnak butítani bennünket. Tehát számokkal butítanak. Azokat, hogy dobörög itt az ipar, mit tudom én, miket teljesítettünk, milyen külföldi beruházások vannak. Csak ettől mi nem leszünk, tehát nem áll helyre az a népbiztonság, amit egy országnak biztosítani kell. Tehát a mi nevünk a Független Magyarok csoportja. Tehát azért vagyunk függetlenek, mert mi a függetlenségért harcolunk. Mert nincs megoldás. Higgyétek el nekem. Tehát akkor, mikor... Tehát itt mi elítéljük a pártokat, azt mondjuk, hogy a párt nem mond megoldás. Valóban én is azt mondom, hogy nem megoldás. De akkor mondjátok meg nekem, mi a megoldás. Tehát vállaljuk a harcot egymás ellen. Egymás ellen harcolunk. Mert csak ezzel tudjuk megcsinálni, ezzel tudjuk elhúzni. De nézzétek meg azt, hogy amit el akarok nektek mondani. Én rendőr voltam nagyon sokáig, több mint 20 évig. Abban a rendszerben kevés volt a rendőr. Volt egy szolgálatot, nem tudtunk kiadni, egy kerületre három rendőr jutott. Most nézzétek meg, mi van. Több a rendőr, mint a katona. Nézzétek meg, itt vagyunk 200-an. A környező utcákat, ha végignézitek, 300 rendőr biztos van. Vannak tekkesek, vannak mindenféle különböző rendészeti szolgálatok. Hát ez rettenetes nagy pénzbe kerül. És mi van? Ők fognak ránk lőni, ők fognak bennünket bilincsbe verni, hogyha föllázadunk. Márpedig itt nagyon közel van ez az idő, hogy lázadás lesz. És a saját gyerekünk fog ránk lőni. A saját gyerek, mert nekik ez parancs.